Két év kihagyás után rendezte meg a hagyományos farsangi mulatságot a Mözsi Nyugdíjas Klub. A rendezvénynek a helyi művelődési ház adott otthont. Hát ez már legalább 35 éve, hogy elindult, és hát még van egy-két emberkénk, a Izsák Juliska néni, aki maga 89 évével itt a hölgyek közötti a Matuzsálem, és a férfiak között pedig, aki a műsorvezetőnk is volt, Laszlovszky Imre bácsi, aki nemrégen töltötte be a 91. évét. Tehát ennek a szép kor ellenére is nagyon jó ember, hát úgymond jó műsorvezetők köztünk. A klub tavaly ünnepelte a 45. évfordulóját a megalakulásának. Hát ez a klub valamikor úgy kezdődött, hogy kártyapartikon jöttek össze azok az emberek, akik ezt a klubot összehozták. Jött fel a kérdés, hogy mi lenne, ha. És elkezdték szervezni, és rövid időn belül nem várt sikert hozott ez az egész, és 70-80 fővel álltak elő az első rendezvényükre, ami akkoriban ilyen nótaénekléssel kezdődött. Hát sajnos, de hát az időnek a következménye, hogy a régi énekesek azok már sajnos kimúltak, de hát a faluból még szerintem sokan emlékeznek a Szűcs János bácsi és Agócs Juliska nevére, akik hát egy nagyon-nagyon jó hanggal megáldottak voltak. Jelenleg 87-en vagyunk, de hát megkopott egy kicsit itt a pandéria alatt, mert voltunk 115-en. Hát most jelenleg, hát sajnos most is vannak betegek köztünk, és így most csak a 80-páron vagyunk itt a teremben. Imre 2002 óta tagja a közösségnek, és 2017 óta vezeti azt. Előttem Kvanduk András vezette, aki 20 éven keresztül vezette. Akkor megígértem neki, hogy ennyi évet én már nem fogok, mert én is ott vagyok, most már gazdát kéne cserélni, mert hát jó magam is már a 77-et betöltöttem, és hát nem most, hogy elhagyom a klubot, az arról szó nincs, csak hát egy fiatalabbnak kell átadni a stafétabotot, hogy megújult erővel hadd menjen tovább minden. Túl sok programunk nincsen, de azokat a programokat, amiket rendezünk évente, azt a 5-6-ot, azt mindig teltház mellett rendezzük. Hát most egy kicsit ezzel a megnövekedett energiaárakkal, meg stb. Így a téli rendezvényeinket, ezeket ritkábbra tesszük, és inkább amikor majd hát nem kell a fűtésért olyan keményen a zsebbe nyúlni, mert hát mi önfenntartók vagyunk. Jó képű regényét cseperedett Ádám. Megnézték a lányok az utcán, meglátván. Utána fordultak, büszke volt magára. Rákacsintott minden szembe jövő lányra. Alig pejhes állal elsőre volt. Fiatal a lány is, nem sokat fiúzott. Mivel ez az indulás a két év után, ez egy kicsit nyögvenyelős volt. És azért nem is mertem belevágni abba, hogy jöjjenek ide és csináljanak felvételt, mert tartottam tőle, hogy sok lesz a baki, és hát a tegnap volt a főpróbánk. A főpróba is úgy gondolom, hogy közel 100 személy előtt adtuk elő, hogy elég szép sikert, tapsot kaptunk, ami hát a mi fizetségünk. A produkció az összetett volt, és ez többnyire ilyen rövid programokból állt össze, mert többnyire kiválasztottunk olyan programot, amit családon belül, tehát férj-feleség hoztak össze. Gyakorlatilag otthon is tudtak tanulni, elkorolni meg. És hát így állt össze ezek a dolgok. Hogy hát most aki nem él benne, abból annak a mese, ez olyan szép a mese, de benne kell élni, és akkor tudja igazán meg az, hogy mit kellett összehoznunk, küzdenünk, és hát volt program, amire azt mondtuk, hogy ez félre, ez nem, ez mezőt. Akkor volt, amikor meg kellett fogni, és akkor azt mondtuk, de igen, meg ez, és akkor hát, de összefogott a csapat. 19-en, de ez a szűk csapat, de ez a leépülésből van,
mert akik tőlünk tavaly előtt eltávoztak, azok hát gyakorlatilag azok hiányoznak. Már a Batyus bál van, mert ilyenkor, hogy elhúzódik a műsorral, ilyenkor már a nyugdíjasok nem vacsoráznak, tehát spórolnak egy kicsit ez. Tehát ilyenkor mindig Batyus bál van, tehát a farsankor, meg a bőjt is.